több milliós fejlesztés, turisztikai központot alakítanak ki az Újfehértó és Érpatak közötti területen. Speciális segítség, a 0 és 6 év közötti gyermekek korai fejlesztése ettől a tanévtől már 13 Szabolcs megyei járásban elérhető. 80 éves évforduló, az ország lakosságának védelmére 1937. december 5-én alakult Légoltalmi Liga ünnepi állománygyűlést szervezett. €600 millió forintból újul meg az érpataki zsindelyes tanya. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az Újfehértó és Érpatak közötti területen turisztikai komplexumot alakítanak ki. A látogatók a környék hagyományaival ismerkedhetnek meg, de szálláshelyet és a helyi termékeket bemutató üzletet is nyitnak. A beruházás jövő évben készül el. A zsindelyeket szerelik fel a tetőkre Érpatakon. Minden épületet ezzel a módszerrel fednek be. A zsindelyes tanyán nagyszabású beruházás indult, mintegy 600 millió forintból fejlesztik a területet. Így néz majd ki a zsindelyes tanya. A látványtervekből jövőre lesz valóság. A turisztikai attrakció keretein belül 7 épületet építenek fel, a vendégházak, a tájház, a liturgikus hely és a fogadó mellette egy úgynevezett manufaktúraházat is létrehoznak. Utóbbiban egy kisüsti pálinka főző is helyet kap, de a fürtös megy történetét is bemutatják majd. A fogadóban pedig a település kistermelőinek termékeit is forgalmazni fogják. A projekt keretében a környezetet is rendbe teszik, az utakat és a parkolókat is felújítják. Igazából a zsindelyes tanyának a múltja az 1742-ig visszanyúlik, a Dezsőfi család tulajdonába volt. Írásos bizonyítékok bizonyítják a tanyának a meglétét, a múltját, a lélegzését, a működését, és hát egy kicsit ennek próbálunk emléket állítani. Emléket próbálunk állítani egy ipartörténeti jelentőségű üzemnek, ami 1984-ben negyedik volt Magyarországon egy kisüsti pálinka főző, magántulajdonban lévő kisüsti pálinka főzőnek a működésének állít mementót, illetve hát van egy nagyon fontos gyümölcs, ami újfehértói fürtösmegynek hívják, ami igazából az országnak az egyik, talán a leghíresebb, mondhatom azt, hogy a leghíresebb gyümölcsfajtája, ennek próbálunk valamilyen mementót állítani. A terv, hogy a zsindelyes tanyát interaktívvá és élhetőbbé tegyék, bekapcsolódnának a vallási hagyományokba is, Szent Miklós püspökhöz kötődően rendezvényeket is tartanak majd. Zarándulatokat korábban is szerveztek Máriapósra, ezek a jövőben is folytatódnak. A fejlesztés szorosan kapcsolódik a Tokaj, Felső-Szabolcs, Nyírség kiemelt turisztikai terület beruházásaihoz. A cél, hogy a zsindelyes tanya az idegenforgalom egyik kedvelt helyszíne legyen. Senkinél nem kapcsolják ki az áramot az ünnepek alatt, erősítette meg kérdésünkre a szolgáltató. Ez több mint 1000 háztartás számára lehet jó hír, ugyanis ennyi helyen van probléma rendszeresen a számlafizetéssel, közölte az E.ON sajtóreferense. A legtöbb gázszolgáltató is türelmi időszakot vezet be a számlatartozást felhalmozó ügyfelek tekintetében az ünnepek alatt, és sehol nem kapcsolják majd ki a gázt. Az E.ON Hungária csoport az elmúlt évi hagyományokat folytatva az idei évben is felfüggeszti a tartós számlafizetés elmaradás miatti kikapcsolásokat a karácsony és a szilveszter körüli ünnepi időszakban. Ez az önkéntes vállalás idén december 15-től január 7-ig érvényes, és azokra a lakossági ügyfelekre vonatkozik, akiknek az egyetemes szolgáltatója az E.ON. Ezzel az önkéntes vállalással szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a karácsony és a szilveszter körüli ünnepi időszak a számlatartozásban érintett ügyfeleink számára is nyugodtan telhessen. Ez a vállalás minden évben több ezer családot érint, akik az E.ON szolgáltatási területén élnek. Azt látjuk, hogy minden évben örömmel fogadják ügyfeleink ezt a kezdeményezést, ezt a gesztust, és ezért is folytatjuk ezt minden évben. Az idei tanévtől már 13 Szabolcs megyei járásban elérhető a 0 és 6 év közötti gyermekek speciális fejlesztése. A kisgyermekek korai fejlesztését eddig alapítványok és civil szervezetek vállalták fel. Mostantól a család lakóhelyéhez legközelebb eső pedagógiai szakszolgálati tagintézményekben kapja meg a fejlesztő foglalkozást a rászoruló gyermek.
Korai fejlesztő foglalkozáson vesz részt ez a kislány Kemecsén. A járásban működő pedagógiai szakszolgálati tagintézmény szakembere foglalkozik a kisgyermekkel, aki korai fejlesztésre szorul. Óriási előrelépés ez, hiszen eddig más szervezeteknél esetlegesen a lakóhelyüktől távol kapták meg a speciális fejlesztő órákat a gyerekek. A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartója a megyei pedagógiai szakszolgálat tagintézményeinek, a megye 13 járásában nyújt szeptembertől lehetőséget intézményesített keretek között a gyerekek szakszerű fejlesztésére Nyíregyházán, Baktalórendházán, Csengerben, Fehérgyarmaton, Ibrányban, Kemecsén, Kisvárdán, Mátészalkán, Nagykálóban, Nyírbátorban, Tiszavasváriban, Vásáros-Naményban és Záhonyban. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy előrelépés, hogy a tankerületi központ is látja ennek szükségességét. Ebben a tanévben, szeptemberben új státuszokat kaptunk, kimondottan a korai fejlesztésre. Gyógypedagógusokat és pszichológus kollégákat tudtunk felvenni erre a feladatkörre, illetve volt most egy kis maradványunk az évi költségvetés elszámolásánál, ahol eszközöket is sikerült vásárolnunk. Szép lassan, de folyamatosan azt gondolom, hogy ezek a feltételek is kezdenek már teljesülni. Korai fejlesztésre azoknak a gyerekeknek van szükségük, akiknek a fejlődése eltér a vele azonos korúakétól. A különbséget akár több fejlődési területen is lehet tapasztalni. A mozgás, az értelmi, az érzelmi, a szociális fejlődés, a hallás és látás, valamint a beszédfejlődés terén. A gyermekvédelmi törvény minden szülő számára előírja, hogy kötelező együttműködni a védőnőkkel, akiknek fontos szerepük van abban is, hogy időben felismerjék, ha egy kisgyermek speciális fejlesztés. A szűrővizsgálatok, amik egy kicsit változtak, bővültek szeptember 1-től, részletesebbek, illetve kibővültek szülői megfigyelésen alapuló kérdőívekkel is. Ennek az a célja, hogy a szülők ismeretei bővüljenek a gyermekeikkel kapcsolatban, illetve segítsék a házi gyermekorvosok, illetve a védőnők munkáját. Abból a célból, hogy az elváltozásokra időben fény derüljön. Tehát ezek a vizsgálatok részletesebbek, több mindenre kiterjednek, illetve a szülőket is bevonjuk ebbe a szűrési folyamatba. A korai fejlesztésben a hátrányok leküzdésére egy tervszerűen felépített fejlesztő programot állít össze a gyógypedagógus, a logopédus és a gyógytornász. Az enyhébb lemaradással vagy fogyatékkal küzdő gyerekek később sikerrel integrálhatók iskolakezdésre. 80 éves évfordulóját ünnepli a Légoltalmi Liga. A szervezet az ország lakosságának védelmére még 1937. december 5-én alakult. Az ünnepi állománygyűlésen közel 6 millió forint értékben védőruházatot és a mentési feladatokhoz szükséges eszközöket adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot támogató mentőszervezeteknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon emlékeztek meg szerda délelőtt a Légoltalmi Liga megalakulásának 80. évfordulójáról. A szervezet céljai közé tartozik a polgári lakosság felkészítése, az országot érő légitámadások során követendő magatartásra és az emberéletek megóvására. Ezeket a feladatokat Magyarországon a Légoltalmi Liga látja el, a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó Országos Légvédelmi Parancsnokság felügyeletével. 1944. szeptember 6-án Nyíregyházán is bombatámadás volt, ahol a Légoltalmi Liga segítségével mentették meg a lakosságot, hangsúlyozta Gerebenics Károly tűzoltóalezredes. A Légoltalmi Liga 1937. december 5-én alakult, egy társadalmi szervezet volt tulajdonképpen fő feladata, a lakosság légierő elleni védekezése volt. Tehát abban az időben megjelentek ugye a hadászatban a repülőgépek, repülőgépekkel bombázták a városokat, különböző lakott területeket, és a Légoltalmi Liga fő feladata volt, hogy ezek ellen a lakosságot oltalmazza, felkészíteni a lakosságot ezek ellen való védekezési lehetőségekre, illetve óvóhelyeket építeni, óvóhelyeknek a kialakítása, berendezése, a lakosságnak a mentése egy adott bombázás során, elsősegélynyújtási feladatok, illetve az elsődleges helyreállítási feladatokat is végezték.
A megemlékezést egy együttműködési megállapodás aláírása követte a Szabadszatmár-Bereg megyei Polgári Védelmi Szövetség és a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között. A belügyminisztérium pályázatán a katasztrófavédelemmel együttműködő szervezetek nyerhettek támogatást a mindennapi munkájukat segítő védőruházatra és eszközökre, ezeket is átadták a rendezvényen. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a korábbi években célul tűzte ki a katasztrófavédelemmel együttműködési megállapodást kötött mentőszervezetek fejlesztését. Ez vonatkozik az eszközeiknek a fejlesztésére, képzésekre, ruházatra, de akár üzemanyag és gépjármű költségekre, autópályadíjra, kötelező felelősségbiztosításra. Mindezt annak érdekében, hogy a mentőcsoportoknak a beavatkozása minél szélesebb körben megtörténhessen, minél nagyobb szerepet tudjanak vállalni. A cél az, hogy az önkéntességnek az elvét, a gondolatát tovább vigyük, az önkéntesség nagyobb szerepet kapjon a katasztrófavédelembe. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a pályázatok elbírálását követően közel 6 millió forint értékben 6 szervezetet támogatott a megyében. Afrikai sertéspestis vírusát mutatta ki a Nébih, egy Ukrajnából származó, Záhonyi határállomáson elkobzott sertéshús mintában, olvasható a hivatal sajtóközleményében. A súlyos gazdasági kárral járó betegség terjedésében jelentős szerepe van a felelőtlen emberi magatartásnak, mivel a fertőzött állatok húsának illegális szállításával rövid idő alatt nagy távolságokra eljuthat a vírus. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ezért ismét felhívja a figyelmet a hús és húskészítmények Ukrajnából történő behozatalának tilalmára, illetve a sertést tartó telepeken a járványvédelmi intézkedések, különösen az élelmiszer hulladék etetésére vonatkozó tilalom betartására. Már csak ebben a hónapban lehet a régi 20 000-esekkel fizetni. A 2015 előtt kibocsátott bankjegyeket december 31-ig fogadják el kereskedelmi forgalomban. 2018. január 1-től még 3 évig minden bank és postafióknál fizethetnek a régi 20 000-esekkel, a Magyar Nemzeti Bank pénztáraiban pedig további 20 évig, azaz 2037. december 31-ig díjmentesen tudják beváltani a régi bankjegyeket. Az MNB információi szerint idén november végéig a 20 000 forintos bankjegyek több mint 95%-a már újakra cserélődött. Az ország 13 képzési kínálatából 10 elérhető a Nyíregyházi Egyetemen is, hangzott el az intézmény nyílt napján. Színes és informatív programokkal várták az érdeklődőket, ahol az is elhangzott, a Nyíregyházi Felsőoktatási Intézmény legnépszerűbb képzései közé tartoznak a műszaki és a gazdálkodási szakok. Szerda délelőtt információs standokon mutatkoztak be az egyetem intézetei és képzési egységei, majd tájékoztató előadásokon vehettek részt a diákok. Elkezdődött a felvételi időszak. Ez azt jelenti, hogy azoknak a diákoknak, akik valamilyen felsőoktatási intézményben szeretnének tovább tanulni, 2018. februárjában be kell adni a jelentkezési lapokat. Ebben az időszakban Magyarország főiskolái és egyetemei nyílt napokra várják a leendő hallgatóikat, ahol közelebbről is megismerkedhetnek az intézménnyel és a képzési rendszerrel. Szerdán a Nyíregyházi Egyetem fogadta az érdeklődőket. Mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ezt a nyílt napot, itt szeretnénk bemutatni az egyetemünket, és arra ösztönözni a Nyíregyházi, illetve a környékbeli fiatalokat, hogy ne menjenek el más városba, más egyetemre, hiszen itt például az országban lévő 13 képzési kínálatból 10 megtalálható, és egy olyan egyetemen, olyan városban tanulhatnak, ami nagyon családias, nagyon személyre szóló, és azt gondoljuk, hogy aki úgy dönt, hogy itt marad nálunk, az nem fogja megbánni. Az egyetem a népszerűsítés érdekében roadshow-val járja az országot, valamint az edukáció kiállításon is részt vesznek. Jelenleg az óvodapedagógia és a csecsemőgondozó szakok iránt érdeklődnek sokan, azonban még mindig a gazdálkodási és a műszaki szakok a legnépszerűbbek. 15 éve van gazdaságtudományi képzés a Nyíregyházi Főiskolán, illetve most a Nyíregyházi Egyetemen. Két szakon képzünk közgazdászokat, gazdálkodási és menedzsment szakon, valamint turizmus és vendéglátás szakon. A képzés sikere azt gondolom abban rejlik, hogy a piac erre tart igényt. Jelenleg nem csak alapképzésen van közgazdász képzésünk, hanem az úgynevezett FOSZ képzésen is, ami egy rövid ciklusú 2 éves képzést jelent, ugyanolyan fél éves gyakorlattal.
Jelenleg közel 500 hallgató folytatja tanulmányait a két gazdasági szak valamelyikén. Két éve duális képzési formában is elindult a gazdálkodási és menedzsment szak, ami azt jelenti, a 3,5 év alatt egyszerre tesznek szert elméleti és gyakorlati tudásra a hallgatók. Másodéves alapszakos hallgató vagyok gazdálkodási és menedzsment szakon, duális képzésben veszek részt. A Csőzpalotán cégcsoportnál vagyok szakmai gyakorlaton, és hát ez nagyon kedvező anyagilag is, illetve hát amit az iskolában megtanulunk elméletből, azt a gyakorlatban megtanuljuk a cégnél. Bár évek óta a gazdálkodási és menedzsment szak a legnépszerűbb, az egyetem többi képzése iránt is folyamatosan nő az érdeklődés. Nagyon tetszett nekem az egyetem, és erre a sport és rekreáció szakra jöttem nézelődni igazából. De még ezen kívül még a Debreceni Egyetem és ugyanez a szak még nagyon tetszik nekem, és ugye hát ez a sport iránt jöttem érdeklődni. A nyílt napon a jelenlegi egyetemi hallgatók bemutatták az egyetem mindennapjait, a tudományos kutatási lehetőségeket, a szórakozási és szabadidős programokat, valamint az ösztöndíj lehetőségeket is. Szerdán délután a József András Oktatókórház gyermekosztályára is ellátogatott a Mikulás, hogy meglepi a kis betegeket. Nyíregyháza város jóvoltából idén is Mikulás csomagot kaptak azok a gyerekek, akik az ünnepet a kórházban töltik. A télapó több mint 100 csomaggal érkezett az egészségügyi intézménybe. Idén szervezik a 24. Móricz lányröplabda tornát december 8-a és 10-e között Nyíregyházán. A torna testvérvárosi kapcsolatokon alapszik, így a 6 magyar mellett több külföldi csapat is részt vesz a versenyen. Többek között Szlovákiából és Lengyelországból is érkeznek versenyzők. 24. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Nemzetközi Móricz Lány röplabda tornát. A szakmai megmérettetés megmutatja az elmúlt év munkáját és fejlődését, valamint a csapatok közti erőviszonyokat is. 6 külföldi és 6 magyar csapat méri össze erejét a kétnapos tornán. A versenyeket két helyszínen szervezik. A Móricz Zsigmond Általános Iskola és a Kertvárosi Általános Iskola torna termeiben, tette hozzá Moravszky Gyuláné szervező a rendezvény sajtótájékoztatóján. Hozzátette, a torna testvérvárosi kapcsolatokon alapszik. Külföldről érkeznek Romániából, Bajimáre, Szlovákiából Vardejov és Prešov csapatai, valamint érkezik a Fehér Orosz Minszk csapata, és Lengyelországból Jaszló és Gribov csapatai, valamint a Magyar Elit, az Vasas, MTK, UTE és a Békés Csaba csapatait várjuk. A Sportcentrum két csapatával együtt, a Sportcentrum A és B csapata is megmérkőznek a tornán. A versenyen 4x3-as csoportokban mérkőznek meg a csapatok. A csoport elsők kiemeltek lesznek, még a csoport második és harmadik helyezettek keresztjátékot játszanak majd. A verseny győztesei a negyed döntőbe kerülnek, amíg a vesztesek az alsóházban folytatják majd tovább a játékot. A külföldi csapatok jelentkezése is azt bizonyítja, hogy komoly szervezői munka van a háttérben, tette hozzá Illés Zoltán, intézményvezető, aki kiemelte, Nyíregyháza vendégszeretete és a tornán résztvevő csapatok minőségi játékot tette ilyen színvonalassá a tornát. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskolában a röplabda oktatás, nevelés, a mindennapos röplabda az utánpótlás nevelésnek egy bázisát jelenti Nyíregyházán. Van felnőtt csapatunk, van egy közbenső szakasza is a fejlődésnek, a továbbjutásnak, a Vasvári Pál gimnáziumban működő röplabda akadémián keresztül, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen rendszernek rendszerben dolgozni nagyon jó dolog, ugyanis egy hosszú utat, szép utat tudunk felvázolni a sportszerető gyerekeknek. 2019-ben Budapesten rendezik meg a röplabda Európa bajnokságot. Már most lehet tudni, hogy a játékosok között lesz olyan, aki a nyíregyházi Móricz tolna valamelyikén már pályára lépett. Bebizonyítva ezzel a nyíregyházi röplabda sport színvonalát, hangzott el a sajtótájékoztatón. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 600 millió forintból újul meg az érpataki zsindelyes tanya. Az Újfehértó és Érpatak közötti területen turisztikai komplexumot alakítanak ki. A látogatók a környék hagyományaival ismerkedhetnek meg, de szálláshelyet és a helyi termékeket bemutató üzletet is nyitnak. A beruházás jövő évben készül el.
Az idei tanévtől már 13 Szabolcs megyei járásban elérhető a 0 és 6 év közötti gyermekek speciális fejlesztése. A kisgyermekek korai fejlesztését eddig alapítványok és civil szervezetek vállalták fel. Mostantól a család lakóhelyéhez legközelebb eső pedagógiai szakszolgálatú tagintézményekben kapja meg a fejlesztő foglalkozást a rászoruló gyermek. 80 éves évfordulóját ünnepli a Légoltalmi Liga. A szervezet az ország lakosságának védelmére még 1937. december 5-én alakult. Az ünnepi állománygyűlésen közel 6 millió forint értékben védőruházatot és a mentési feladatokhoz szükséges eszközöket adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóságot támogató mentőszervezeteknek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 6-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. Holnap párás, de többnyire napos időre számíthatunk, és péntekig pár fokkal minden nap emelkedik majd a hőmérséklet. Az előttünk álló éjszaka felszakadozik, csökken a felhőzet, ugyanakkor párássá válik a levegő, így több helyen köd is képződik. Szitálás, ónos szitálás is előfordulhat. Mérséklődik viszont a nyugatias szél. Reggelre általában mínusz 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a térség egy részén a köd, illetve az alacsony szintű réteg felhőzet tartósan megmaradhat, máshol viszont több órára kisüthet a nap. A ködös tájakon szitálás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra pedig 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. Pénteken egy hideg fronthoz változást időjárásunkban. Északnyugat felől beborul az ég, és egyre több felé várható eső, majd késő estétől havas eső, sőt havazás is. Szombaton is borult, sok helyütt csapadékos időre van kilátás, majd vasárnap átmenetileg vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és csak szorványosan lehet kisebb havazás, hózápor. A jövő héten erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző, és ismét sok felé hullhat vegyes halmazállapotú csapadék.